Mindkét meccsen eddig feltűnés keltettél a játékoddal. Egy kicsit mutatkozz be nekünk. Szív Dominik vagyok, jobb szélső a posztom, 2001-ben születtem. A Magyar Labdarúgó Akadémián nevelkedek. Már 2,5 éve játszok ott, a labdarúgás Nyíregyházán kezdtem, 9 évesen, és 2015-ben kerültem a Magyar Futball Akadémián, azóta pedig ott tevékenykedek. Hogyan kerültél Nyíregyházáról a fővárosba? Hát a Honvéd ellen volt pont egy bajnoki mérkőzésünk, és ott figyelt fel rám is a Gábor. Nagyon jó az edzők, szerintem a legjobbukat nyújtják, a legjobb edzők ott található. A csapattársaimmal mindenkivel jó vagyok, megtaláltuk a közös összhangot. Hál' Istennek hamar is sikerült beilleszkednem, én nagyon jól érzem magam. Milyen bajnokságban játszol, és eddig a bajnokságban milyen eredményeket értél el az idei szezonban? Az U19-es bajnokságban játszom. A legutóbbi meccsen, mielőtt bejöttünk ide az európai selejtezőre, a Felcs után játszottunk, hogy nyertünk 3-1-re, és hogy sikerült egy gólt szereznem, hozzájárulnom a győzelemhez. Mi az, amiben fejlődhetsz ezáltal, hogy idősebbek között, illetve ellen játszol? Mindenféleképp gyorsabban kell játszani, fejben gyorsabban tudok dönteni. Szerintem ezt lehet is látni, agresszivitásban is mindenképp fejlődtem, és úgy érzem, a cselek is úgy sikerülnek már, hogy szeretném az idősebbek között is. Mit tartasz a legnagyobb erősségednek a pályán? Szerintem az agilitásomat, technikai készségemet. Hogyan értek el a saját teljesítményedet ezen a két mérkőzésen, amit lejátszottatok az U17-es EB-s rejtezőn eddig? Én úgy éreztem, hogy a maximálisat próbáltam nyújtani minden mérkőzésen eddig, ez szerintem sikerült, de a csapat nélkül ez nem sikerült volna. Mi a célod a futballban? Nyilván egy top bajnokságban szeretnék játszani, a top 3-ba, és ott is a legjobb 3 csapat között mindenféleképp. Még így elég fiatalon ki akarsz menni külföldre, vagy mondjuk itthon akarsz azért fejlődni egy darabig? Amikor meglátjuk az idejét, a vezetőség és a szüleim is, és úgy gondoljuk, hogy most jött el az a pillanat, hogy váltsa külföldre, akkor igen, szeretnék. Hogyha már most jött el, akkor most, de hogyha később, én nem sürgetem.